40 évesen mennyire lehet valaki béna a telefonhoz? Amikor nem tudja megalapítani a telefon, vesz vagy nem vesz? Na, mit keres a fiatalember? Hát nem olyat keresse. Először kell az a nagy fekete. Az megvan, ugye? Kell egy olyan szürke, az is megvan. Kell még egy olyan szürke. Hát a csokit, hogy elteszi, utána több a hely. Én látom, 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 én látom. Na, maga látja. Hm? Én is látom. Az, az. Azt hittem, hogy ilyen egyenes. Igen, vigyázni kell a legóval, mert hogyha arccal lefele fordul vagy valami, akkor nem mindig olyan darabnak tűnik, mint amilyen. Akkor lesz szép. Bobika, hát ezt helyre tudod rakni normálisan, rakd szépen a helyére. Nem mi a csoda, már ragad az asztalhoz. Jó, belefektettétek valamibe? Bele hát. Mibe? Nem tudom. Te építsél, én már megpróbálom letakarítani. Anyád. Buba, ne beszélj csúnyán. Buba, ezeket a fizeteket nem kell kihagyni, az asztalon már leettétek. És el sem tudom takarítani. Bas, már így elhajolt. Na, nagyjából lejött, most már nem ragad viszont. Vettek egy kis blesszúrén. Na. Hogy? És miért jobb is, hogy videóznak, miközben rakod össze? Na mindegy, nem, hagylak koncentrálni. Az úgy jól néz ki. Nem piszkáljuk az órunkat egyfolytában, majd kisebb esedik. Azokat mik rajta, apa? Micsoda, mik rajta? Hát az lesz a hajtóműve szerintem. Ilyen kerékabroncsok egyébként. Ilyen fajta kerékabroncs. Miben van ilyen fajta kerékabroncs? Jól összekentem a körömet a izéddal, ragacsoddal. A újabban a trélereknek tesznek az utánfutókra. Buba, nem tudom, mivel letted le, de nagyon ragad. Nézd. Na, szuper. Jó van, de az ilyen az impeller a sugár, vízsugár, ahogy jön ki a hajóból, hogyha ez olyan vagy kipufogó, vagy amit elképzel a kis fantáziád. Nem, mit akartál megenni? Megpiszkáljuk a fogónkat, a körmünket. Én letört a körmöd? Aha, most az fáj. Mutasd. Az szép, akkor az ne piszkál, itt a szétszedő. Már letört, azt letépted. Ez nagyon szép. Igen. Na, építsd azt a hajót. Elmutatjuk a gyerekeknek, hogy hogy néz ki. Nagyon szép, mint a lerágtad volna, lehet, hogy az is történt. De nem szabad a körmödet rágni, mert az de fájni fog. Jó van. És pont az orrpiszkáló körmöd. Halljál most, mi lesz. Nem piszkáljuk a nózinkat annyira. Nem jó darabot találtál szerintem, fiatal ember. Ne dobáljad. Úgy. Mint a kirobbant volna. Az, de az úgy nem lesz jó. Nézd meg, hogy úgy néz ki, ahogy a rajzon kéne, hogy kinézzen. Hm? Rájössz, hogy miért nem jó? Hm? Bubika, nézd meg a rajzot. A kettőt rákom, és úgy nem nézem. Úgy nézd meg a rajzot, nézd meg, ami neked van. Na. Hát nem ugyanolyan fiatal ember, mert ezt, hogyha így levesszük, így fordítjuk, ahogy a rajzon van, és ez a rajzon így van rajta, látod? Így. Peacher. Peacher.
picture. Mi az a picture? A kép. De lehet rajz is, attól függ. Ez a kép a picture? Nem, a rajz, a picture az kép, igen. A rajz az meg drawing. Jaj, rakd össze, bubikám, egy fékézzel nem megy. De egyen hátrébb kell lakni, ki kell lógatni szerintem, hátra. Kettővel. Kettővel. Úgy, kettő, még egy. Az, most jó. Úgy, és a másikat is úgy, és ne a füzeten rakd össze, mert össze fogod nyomorgatni szerencsétlen füzetet. Nem jó. Ki kell lógatni, mint a másikat. Ez egy furcsa, de csak azt mutattam. Jó. Igen. Jó. Úgy szerintem jó lesz. Nem jó. Bubika, most nézd meg. Nem egyforma a két fele, látod? Hány éves kortól van az a szett? 6. Na, úgy, jó lesz az. Hány éves kortól? Még lehet, hogy így se jó, ám. Hány éves kortól? 6. 7. Búj, ne lököd ezt a vaszkot, légy szíve. 5 éves kortól. Jó, akkor 5 éves kortól van. És még így se jó, még én is rosszul néztem be, mert itt nem lóghat ki a végén. Tehát magyarul ide csaljuk egy kézzel. Tadá! Mikor látna, amit csinálok? Bubika, másztál vissza az asztalra, légy szíves. Akkor nem vesszük fel, hogyha így kell kinéznie. Wow! Így még van értelme is, mert ott összeér a két sarok. Tessék, építheted tovább. Jaj! Ott rács. Na. Jók azok, kettő olyan kell. Ha egyszer, még egyszer. Biztos, hogy úgy kell rárakni? Bubika, nem nagyon mér ez a koncentrációma. Hát nézd meg, hogy van a rajzon. Úgy van a rajzon, igen. Na, azaz. Nyomd rá, jól. Gorillelő? Jó, piszkos a körmöd, fiatal ember. Na. Tovább. Füzette szépen bánni, majd pár év múlva értékelni fogod. Úgyni. Kell még egy olyan nagy fekete. Nem köpködjük le a fizetett, fiatal ember? Na. Nem az a nagy fekete, olyan, mint ami az előbb volt. Az a hajónak a... Azaz. Ezt kell még egyszer leutánozni? Nem. Na, építsd azt rá. Miért? Az lesz a hajónak az orra. Jó, nagy orra van. Jó, nagyobb lesz, mint gondoltam. Tényleg. Na, építsd össze, hogy a rajzom van, Bubika. Nem kell hozzá más, most csak azt kell összerakni. Nem. Ja. Hadd nézzem. Már, ha nem nyomjuk össze, legkésőbb, apa se tudja összenyomni. Na, jól van, mehetünk tovább. Most ez jön. Kell kétszer egyes, ilyen bordó színű, kettő darab. Még egy kell. Ott van, szuper. Klikk. És klikk. Nagyon jó. Ez a motorja? Uh-huh. Mekkora motorja van? V8, ahogy nézem. Azt a...
Azt a nagy motor. Az már megy. Így. Üdvözlöm! Ugye? Na, három olyan átlátszó kell, amiről azt hittad, hogy víz. Egy. Kettő. Amúgy ez mi? Ez ilyen csúszó. Ilyen csúszó. Mi? Ilyen csúszó. Nem jó. Nézd meg a rajzon, hogy van. Milyen csúszók ezek? Hát ezen csúszik a hajó. A parton? A vízen. De a parton is. De a parton is. Igen. Buba, neked bármi, igen. Na, rakjad szépen tovább, mert ezt a kis szettet ne egy napig rakjuk. Igen, van cápa is. Cápa. Van, van a hal cápában. Jaj. Kell még kettő olyan vizecske. Oda kell. Nagyon jól. Nagyon jól részt vetted, igen. Csúszok. Igen. Ennyi csúszó. Igen. Azzal már parton is tud menni. A biztos. Csak hogy szikrázik az alja. Na, mehet, Bubikám, építsük, építsük, mert... Bubika, nézd meg a rajzot. Mik van a rajzon? Az a fekete kell egyelőre, meg az, igen, a feketét rakd oda rá. Meg a feketére először fel kell helyezni azt a csúszót. Nem azt, az oda fog menni, az biztos, egyébként jól észrevetted, hogyha adja ki logikusan, csak haradjuk rajz szerint. Hú. Uva, lapozz egyet, most állította oda, hogy lapozhatsz. Na, most ezt valóban oda kell, jól gondoltad. Úgy, add ide azt a vaszkot, mert nem nyomtad rá jól. Így meg kell fogni, mert látjátok, néző gyerekek, mekkora lyuk van. Így szépen rá kell nyomni. Tessék. Ekkor a lyuk van. Lenti lyuk volt. Úgy. Hát, majdnem. Hát, majdnem. Igen, de látod, hogy miért. Ne. Úgy. Ide kérdez. Jaj, buba. Fiatal ember. Ember János. Ezt a... Ezért is jó középre raktuk rá. Hát már nagyon erősen nyomtad, tehát inkább erősen, mint okosan csináltad. Na néde, az öreg se tudja rárakni. Na, csak sikerült. Jó van, nyomd rá a két darabot, ahogy volt. Na. Én fogom, te meg... Nem. Én fogom, te meg helyezd rá. Na, majd te is segítesz a kocsin kereket cserél, meg ilyesmi. Adasz. Miért? Mi? Miért segítesz a kocsin? Hogy ne legyél béna. Fogd meg ezt a telefon, gyerek. Na, így lerakjuk ide. A terem burája. Ne nyomkodjad, ne nyomkodjad, elnyomod. Most hogy voltunk? Itt tartottam. Na, szipi-szupi, itt már tartunk, mehetünk tovább. De ne úgy lapozzunk, még elszakítod azt a lapot. Jó levaj, szuper, milyen. Kettő, sárga. Egy.
Hát is olyan jó pofa csónak lesz, mint a másik. Mondom, másik. Ez nekem nem tetszik. De melyik lesz a gyorsabb? Hát szerintem az a V8. Kisebb, erősebb, tehát gyorsabb. Megint szétszedted, nem baj, majd összerakjuk. Igen. Úgy megy az rá? Szerintem a V8 erősebb. Igen. Buba, hadd nézzem. Fiatal ember. Nem jó rakja maga. Azért jött szét a csóna. Segítek, jó? Akkor én már jövök, csak kereket cserélni. Jó van, gyerek, gyere kereket cserélni. Az egységűssel lecseréljük. Ham-ham, hal. Mi? Szeretem a halat. Ham-ham, hal. Na figyelj, egyet felrakok én. Hogy van a rajzon? Így van a rajzon. Ide, még egy kézzel. Döntsem szét. Úgy. Na figyelj, így kell felrakni a másikat, és ennek igazából az a szerepe, hogy így stabilan egybe tartja a legót. Azaz, nézzük, mert mindegyik fog a jó-e. Jó-e. Na, rakja, rakja. Na. Az jó lett, hadd nézzem. Na most már nem esik szét. Ez a Legónak a csodája, hogy arra fel vannak rakni, ezek a vacskok szét akar esni. Szia, macska szőr. Ez meg ide fel van rakva, és innentől kezdve azt szinte verekedni lehet vele. Szia, macska. Hát, mi a Barninál voltatok, szerintem annak a szőre volt. Igen, a Barni. Jó, rakjad, rakjad, Bubika, mert idő megy, becsület fogy. Kell egy ülés. Rövid a gyerek, meg kell tódani. Na. Apa is mindent videózik össze-vissza. Szerintem ezt te sem fogod végignézni. Miért? Mert jó hosszú lesz azért. Hát most a kutya egyen megy. Szerintem az ülés az úgy megy bele. Hadd nézzem. Pedig így. Jó van. Na, rakhatja fiatal ember. Na, milyen? Megnéztem, milyen darab kell? Olyan szürke. Hány darab kell olyan szürkéből? Egy. Keresse meg. Én már látom, hogy hol van. Én is észrevettem, csak mentem értem. Jó van, nem baj, menjél csak. Oda. Igen, jó, jó észrevétel. Oda lesz. Szuper. Bubika, nózidba kiszállni. Az erősebb, az biztos. Hát az a motor az biztos erősebb. Hát nézd meg. De ha versenyezünk. Versenyzünk. Versenyzünk, akkor biztos, hogy ő fog jönni, mert ő V8-as, ő meg V3-as. Ezen van egy hónap motor van. Ebben meg V8. Jó vagy. Hány darab olyan kell? Kettő. Így van. Tessék. Tessék. Várjál! Álljál meg, fiatal ember! Tehát kihagytál egy lépést. Még hozzá ezt a 13-as lépést kihagyta a fiatal ember. Még hogy apa figyel. Nagy ritkán. Ha nem nagyon vagy velünk, Bubikám, 100%-osan. Azt akartam, azt igazíts meg, légy szíves, mert ha még kicsit nincs egybe, akkor megözítse, de ne szokja hozzá, hogy teljesen. De hogy is nem tudod, csak megint humor hiányzik. Ahogy mi. Tökéletes, tessék! Na most lapozhat a fiatalember egyet. Itt
benn van az ülés, benn van a szürke, az ott jó. És most van az a két darab, ami az előbb lett volna. Nem az, nem az, nem az. Megint nem zsiálsz. Melyik oldalát nézed aznak a rohadt füzetnek? Azt. És ott mi van rajzolva? A terem buráját? Az. Nem jó. Nézzed meg, Bubika, hogy hogy kell. Hát hogy fogsz te így egy autót összerakni? Apa meghekkel az autó mellett, leesztergálja hozzá, amik hiányzik, azt akkor te rakod össze, mit szólsz hozzá? Hm? És ebben mindig tank jön ki, ugye? Mi? Hiába, ahogy összerakod az autó mellett, mindig tank jön ki belőle. Akármit is csinálsz vele. Mindig tank. Bubika, azt csak rá kell billenteni, apa mutatta, tudod. Berakod a fjárdén, az úgy ügyes, nagyon jó, és most elnyomod a másik felét. Klikk. Akkor nem lenne csupa takony a kezed, akkor talán jobb lenne. Takony. Jaj, Bubika, Bubika! Azért nem jó, mert szétnyitottad a csónakot, fiatal. Mitől ragad neked ennyire? Mert most a kezed halagózás előtt? Reméljük. Figyelj, megmutatjuk a tévénéz, a gyereknek a profi hogy csinálja félkézzel. Tadá! Másik felét te. Már kevésben nyílik, de nem is jó valami, már kimozdult valami. Már jó is. Na, rakja. Nem erőből. De, Buba, nézd, figyelj, félkézzel beigazítjuk, és nem megy. Félkézzel mondjuk nehéz, de beigazítjuk, akkor billeg a csónak, így, és akkor így már rajta van, klikk, látod? Ott van valami szasz. Szasz. Humval szasz. Biztos a macskát oké. Itt. Hát ez meg összesz. Na, építsük, Bubika. Nem jó, kihagyott a fiatalabb egy lépést. Hát ezzel az oldallal itt mi lesz? Na, hát a cica elviszi. Azaz. Aj, bakker, nem hiszem el. De nem tudom, miért nem tudsz figyelni. Tudod mit? Hagyjuk a csodába az egészet szerintem. Már kapkodsz, csapkodsz. Már megörökítjük az utókornak, hogy milyen ügyes gyerek voltál. Na, ad ide aztán összenyomom, na. Mert azért se kell leverni, a sarka úgy letörik, mint a húzat. Még túlélte. Biztos segre esett le. Meg a kezünket tisztán tartjuk, a mocskos retkes kézzel nem lehet dolgozni. Bubika, mit csinálsz? Na, kérjük. Rakjad. Ne, a füzeten nyomkod, azt is mondtam már. Na, és szösz nem építünk be meg anyának a haját. Hogy tökéletes. Most már a hajótest formája van. Tök jó. Na. Most jön a kormány. Az egyszerű? Az egyszerű, de egyszerű, csak emmed be helyére, meg kiesik. Jó, most mi jön? Az jön. Ez V8-as motor. Valószínűleg igen. Azaz. Na, építsük.
Mutasd, hogy gyerekeknek milyen motorja van. Nagyon kemény motorja van. Szerintem ő fog dőlni. A fél hajó motorból áll. Igen. Hó. És az ólót meg állakjuk innen, és csak összekavar. No. Adj ide egy kicsit. Az újfajta lemeknek, igen, van egy ilyen bevágás a szélén, azt láttam, szerintem jól összenyomtad, ügyes voltál. Most oda nézd, de ez is a motor. Az a kompresszor. Így van, mint Mad Max autójában a Wayland kompresszor. Ez motor? Igen. Ez is motor? Nem, Bubika, fordítva, hát hogy a csodába, hát nézze meg az ember. Kompresszor a menetirányból szívja a levegőt, ugyebár? Azt a kis remelet, nem? Adjuk. Nem, Bubika, így néz, előre néz. Úgy. Úgy. Így tökéletes, általában ezt a kompresszort a legóra csak úgy rádobják, hogy figyel az autóból. Itt van egy ilyen kis levezetője is neki. Még imitálták a gumi bekötést is, csak a gyerekre fókuszál a kamera. Hát ezt elég szépen kivitelezték, tetszik. Ez talicska kerék volt. Hát talicska kerék az vékonyabb, de valami olyasmi. Ja. Na, gyerünk. Már játszani kéne vele, látod? Szóval... Ilyen van a vállam, csak szürkében. Igen, és a Nexok, Nightsoknak ilyen van a... Fele. Igen. Ilyen van a pajzsába, illetve a Szabadság szobornak ilyen van az arcán. Mindjárt. Jaj, de jó. Most elmegy és visszajön egy fél nap múlva. Mindjárt, ugyanígyen. Csak ez a vár és szürkére. Így van. És most a vár nem fogsz tudni visszarakni, mert ugye ott a vár olyan elcsúsztása van vele felrakva, de vidd vissza a várhoz, légy szíves. Ez ugyanolyan, csak ez fehér, ez meg szürke. Igen. Ugyanolyan. Ha ez a vár lenne téve, ez az már az utolsó darab. Igen. Az egyszer egyeseket remélem nem hozza ki. Visszaraktad a várra, miatt elkeveredik? Igen. Jól van. Bubika, ülj le a popodra, mert nem látsz a... Úgy. Na, ez egész ügyesen ment. Azt hittem, behagyottad az asztal alá már megint. De csak így megbírtam. Van biztos, van nincs a helyén. Nyomd a helyére. Gorilla elváltam. Jó. Jön a gorilla erő. Úgy. Egybe van ez. Egybe. Is. A szép idő, meg a pénz. Az arany. De a szélvédőt felrakhatod rá. Meg kell törölni, hogy ott meg van összekented. És bőkező legó adott egy darab. Nem, hát oda néz. Megadták a szakállat. A szakáll az jó, hogy tartalék alkatrész volt, megadták ezt a két darabot. Ne gyűntelhetetlenek. Ez a virág, ez honnan van itt? A virág, ez miben volt? Itt ebbe a... Hogy hívják be? Kockafejűekbe. Hogy hívják ezt a vackot? Amit én nem szeretek. Minecraft. Így van.
Bányaerő. Na. Tartalékos. Tartalék. Mi a tartalékos dobozba? Na, mi a véleményed? Bácsi beül a hajóba? A végül, kész az a píp hajó. Ebbe úgy már leülnék már, hogy a... Na, ültess bele, kis gyerek. Ilyet, bácsi a hajó. Így akarok kinézni a hajóba, hogy szakállamat fújja a szél. Na. A kezemet ne hagyd, de a kormányt szeretném fogni. Úgy. Köszönöm. Úgy. Azt a 700-at, jó nézek ki. Hú, ez az gyerek. Gratulálok. Csupa nyála a hajó. Csak jelzem. Ott nyálacska. A bácsi nagyon jól néz ki. Csak kicsit ragad a hajója. Nem baj, gyerekjáték. Na, köszönjél, Bubika, meg ha valaki megvárja az elköszönést, hogy végignézte ezt az egy órás videót a mind a 32 darabos legóhajó összerakásból, akkor köszönjük meg nekik. Bubika! Szia! Stop! És köszönjük!